101 kiskutya. Szevasztok, szevasztok, srácok. Hát ez a bolond pulzus már nem kell ide. Legalább kiderült, hogy működik. Akkor viszont nagyon fura a pulzusom. Nem tudom. Így rendmeccs alatt 70-es pulzus. Nem tudom. Én nem tudom, srácok, nem értem. Azt tudom mondani, hogy akkor nem értem. Kakasos kért egy ilyen szőrőtaposó muzsikát a szünetbe, úgyhogy azt kaptátok. Mert hogy nem tetszett neki az előtte levő szőrőtaposó muzsika, mert az szerinte nem az. Úgyhogy hát azért váltottunk. Kakasos, mint kritikus, döntésre kényszerített. Most pedig befejezzük, ha minden igaz. Befejezzük, ha minden igaz, a biomutást. Welcome to Biomutant. Megnéztem egyébként az helyzet, srácok, hogy csaltam egy picit. Megnéztem, hogy nagyjából mennyi van hátra a játékban, és... 10 perc. Hard to believe this is all here. Tehát, hogy igen. Mondjuk lehet, hogy az én tempomban van az egy óra is. Re, ilyen ter meleg volt, nem nekem való ez az időjárás. No csak. Hát hogy, gyalog voltál? Lehet, hogy bicóval kellett volna menni, Adri. Ott hagytuk egyébként abba, hogy legyőztük az utolsó kettő vördételt is, a technőst is a víz alatt, illetve a másikat is Mountról. Ami ilyen pumaszerű ízé volt. A keléseket kellett kiukasztani a lábán, elég undorító volt, de nem tudom, ezt a mechanikát szereti használni a játék a bossoknál. Úgyhogy, ja, a Hufpuff halta meg a Murkpuff. És azt mondták itt a nagy okosok, mert minthogy nem ti természetesen, hanem ők, hogy a Murkpuff a legdurvább. Mert hogy ő megmérgezte az életfájának a vizét. Szerezte egy jól kinéző, de rendes, igen. Tehát az sem egy utolsó dolog, hogy szereztünk egy mountot, ami rohadt jól néz ki. Nagyon mókás. Még lőni is tud, de lassú mount. Gyakorlatilag egy kézfej. És kraftoltam egy villámos fegyvert, meg szereztünk egy nagyon menő piu-piút. Ez egy ilyen mérgező piu-piú. Rakettákat lő ki, ennyiben másabb az előző fegyveremnél. Nem jobb, de tesztelés alatt van. Szóval Mecha Fingro. Make sure you don't walk off a cliff while you're night blind. Ő az. Tehát, hogy így lehet vele menni. Tehát, hogy ez rohadt jó szerintem. És így váltunk lövésmódba. És így lő. Szerintem nagyon jó. Ez nem egy opcionális dolog. Aki végigjátsza a játékot, az nagy valószínűséggel ezt megszerzi. Illetve egyébként elfoglaltuk az utolsó törzset is. Egyesítettük a görényeket. Most pedig Out of Date-tel beszélünk, aki... hát rá akar venni minket valamire, ami az utolsó dolog lesz ebben a játékban, hogyha minden igaz, hogyha jól tudom. Out of Date says there'll be consequences of the war, but there are more pressing matters at hand. Koibe. The last world eater has been left undisturbed with the tree while you focused on the war. Valu alu
here. He thought someone with your light perspective and key would have had different priorities and faced the World Eaters before resolving the tribe war. Dovavu. Regardless, Out of Date is grateful the tribe war is over. Oh, Out of Date örül annak, hogy hamarabb. Hát, mármint, hogy tiszteletbe tartja azt, hogy én előbb állítottam vissza a békét a törzsek között, mint hogy véget vessek a World Eaterek korának, úgymond. Én is kíváncsi leszek majd rá Shadowdaban, hogyha folytatom a kontrollt, hogy így milyen a dolog. Then grasp your last chance to make sure Lupa Lupin stopped for good. The tree settled its score, but it left yours half done. Mamambusu? He says you need to see Lupa Lupin eye to eye. Azt mondja Out of Date, hogy még egyszer utoljára szembe kell néznem Lupa Lupinnal. Says goodbye. Akkor mehet majd a tanki-tanki, tinki-tanki. Leti. El kell fogadnom a végzetemet. Olyan fura, hogy ez ilyen nagy életigazságokkal és bölcsességgel kell tele játék volt. Érdekes a játék a mondani valója egyébként. Ez mit jelent? Jósza, ez micsoda, amit írtál? Ja, mondtad, hogy kiégtél egy kicsit a Tinky-Tankyból. Akkor tudti izsákozni fogsz. Ez mit csinál ilyenkor? Ó! Pöcköl! Ja, hogy az a jesszusom. Tuti azt jelenti. Most néztem meg, hogy mit írt Jared. Még a bicót kicsit rendbe kell vágni. Ó, nekünk az már szerencsére megvolt, tényleg csak a rozsdát kell leszedni, és öpec lesz. Jaj! Na, hogy előfizetél a Prime-ra, Feti? Van valami izgi dolog a Prime videón? Neked nem maradt, aki nyúszának maradt a kizsarát. Na, mit kell itt csinálni? Ő a Sifum. Sifu is seeking revenge too. He hasn't forgotten what Lupa Lupin did, but he also wants to stop him from attacking his tribe. Én nem akarnék egyébként harcolni Lupa Lupinnal. Doesn't mean he must. Nem fontos. He hopes you agree, even if it goes against your light-hearted. Mert nem olyan rossz karakter egyébként Lupa Lupin. Oké, hogy direkt szenvedni hagyott, mert hogy anyu, a karakterem édesanyja megszivatta őt. De hogy így. Most nem tudom, mi történik. You have a chance to stand back and let the tribe handle it. Hát kapta rendesen.
The Sifu is ready to step into the fray. Are the odds about to change in your favor? A rakétánk miatt olyan furán működik ez a fegyó. Jó rárobbant. Ne, megöli a Sifumat. If a friend dies, something inside you dies. You can save the Sifu by making yourself a target. You're up. De gonosz. Shockwaves spread when the world crumbles. This is not a prophecy. Me telling you about the future. It's you shaping it. Here's a vulgar display of power. Szépen rárobbam. The more he does, the stronger he becomes. Gyakorlatilag Lupa Lupin meg van alázva. Azt hiszem ez oficiális. It's time you remember who the real enemy is and stop playing the game his way. Gyakorlatilag szegény nem tud mit csinálni. This is how it ends. The predator and the world itself suffering. But at least it's a sign they're both still alive. Ő volt az endboss, srácok. So, what we have here is a clear matter of life and death, and only you can make a difference. Élni és élni hagyni. You continue to make bad decisions and mistakes. Oh, it never ends. It's easy to make a good decision when there's only one option. The only mistake here is you. My mistake is letting you. Tegnap én is 6 órakor keltem. My conviction is that the world would be a better place without your... Ja, szépen bedaráltam. Gyakorlatilag 6-szor elnyomtam egy ilyen szuper Wung Fu-t. Azt nem tudott mit csinálni. Pedig ez még a gyengébb fegyverem volt. Forgiveness is a strength. It's not all life and death. A gyenge nem tud megbocsájtani, mi meg megbocsájtottunk neki. Hát én értem amúgy, hogy miért viselkedett így. De nem egy velejéig gonosz karakter ez a Lupa Lupin. Oké, tehát hogy direkt felperzselt területeket, meg csomó mindenkinek ártott. De hogy ez azért volt, mert hogy iskorában mi jártottunk neki. Do you wonder what turn life might have taken if you'd done things different? A left when you went right? A yes when you said no? You've walked the thin line between survival and disaster, and haven't lost your balance yet. It's because of you the Tree of Life and the world has been given a second chance. You carried the light in a world full of dark, and made a difference in a place that needed change. You allied with the Myriad tribe and acted on the understanding of the greater good and a code of honor. However, light and dark does simply represent the polarities of life. One can't exist without the other. Az egyik nincs a másik nélkül. Micsoda profécia. This isn't Mármint, hogy nincs egyik a másik Just nélkül. Being surrounded by nature as it heals itself will rejuvenate us.
nature will teach us. Eltűnnek ezek a biomok. So, mérgező biom. A nukleáris rész. Ha jól sejtem. Ez lesz a hatalmas ending? A melee fegyveremet nem is kellett használni ennél a boss fightnál. Hát Lupa Lupin gyakorlatilag rálátott a hajónkra. Durva. But you're not alone. Those that shared your perspective and gained your trust will accompany you on your journey. A legkedvencebb karaktert nem tudtam föltenni a hajóra. Hát igen, ez üres. Is there a world out there that's better suited for those imbalanced in their light nature than this one? Whether or not, we'll leave your story on record, so those who come after will know you followed your light nature and see. Na, hol jön ki ez ezer éves sólyom? So, when all is said and done, it turned out to be an unusual ending after all. What could be better than ending the story the right way? Ending it your way, a beginning of something new. Biomutás. Stefán írta. Hát srácok. Abszolút. Hát nem egy... nem egy interstelláros sztoria volt. Vagy inkább azt mondjam, hogy dárkos sztoria volt. De szerintem tök okés volt. Tehát egynek tök okés volt. Végig nyomtuk, befejeztük, széttoltuk. Mit lehet még mondani? Az helyzet, tele volt ez a játék, legalábbis a sztoria ilyen nagy életigazságokkal. Hát, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor arról szólt, hogy döntsek úgy, tehát már gyakorlatilag az elején elmondta a játék, hogy miről fog szólni. Kiírtam a word eatereket, vagy sem. Ha jól értettem. Hát, hogy gonosz leszek, vagy jó? Igazából ennyi. Nem volt valami nagy szám, de nem rossz értelemben. Az helyzet, hogy nem is mondom el, hogy mi az, ami nem volt jó ebben a játékban, mert túl sok dolog van. Amiért szerintem megéri ránézni, az mindenféleképpen az, hogy ez a kraftolós, lootolós része, ez így teljesen rendben volt. A harcrendszer az nekem nem adta. No, nem, tényleg nem kezdek bele abba, hogy mi nem jó. De tényleg a jelenlegi árán nem javaslom, hogy erre beruházzatok, ha csak nincs benne valami paszba. Aki imádja annyira nagy számokat, jó lootokat, mint én, az jól fogja érezni magát szerintem a biomutás mozás közben. Mindössze ezért folytattam az első stream után a játékot. Az első stream után tudtam, hogy ez nem lesz valami nagy szám, és hogy nem lehetnek nagy elvárásaim, de
abszolút kielégítette azt a vágyamat, hogy jó kis lootok, meg jó nagy számuk legyenek. Mi az? Micsoda? Menjél. Nem látszódsz. Nem látja. Szóval, hogy... Hát ez... Ez ilyen lett, srácok. Nem is lehet azt mondani, hogy visszamegyek. Ops, ez most mi volt? Most nem tudom, mit csináltam. Azt hiszem vége lett. Ja. 21 óra alatt vége is lett a játéknak. Azt hittem, hogy távolabb lesz majd még a vége. De végignyomtuk. Igen, csak ez kevés szerintem, mármint olyan játék, mármint mennyi olyan játék van, ahol jó a loot, vannak nagy számok, és még más is az. Persze. Én megmondom őszintén, kíváncsi voltam. Tehát a kíváncsiság hajtott, hogy mi lesz még itt. Mi lesz még itt a játék végén? Mibe fog többet adni? Nagyon-nagyon kíváncsi voltam. A trailer alapján, a bejelentések és a teaserek alapján nekem ez a játék nagyon-nagyon szimpatikus volt. Aztán az első streamnél rájöttem, hogy ez nem az a fajta játék, amire így számítottam. De legalább nem 60-70-80 óra után, esetleg 100 óra után jöttem rá erre, hanem hogy így viszonylag hamar. Úgyhogy a srácok, remélem élveztétek ezt a végigjátszást, meg köszönöm szépen ismételten Avidnak, hogy kölcsön adta az Xbox-et. Ő erőltette, hogy ne vegyen meg a játékot, hanem ő inkább eljön akkor, és odaadja az Xbox-et, amin megvan neki a játszi. Szóval pisztolyt tartott a fejem, ez nem, nyilván nem. De jó volt, srácok. Jó volt. Hát élménynek jó volt. Néha untam, de abszolút nem unottan játszottam végig.